Sziasztok srácok, jöjjön egy újabb csapat a Minden Transfer elfogadásos sorozatomból. A mai videóban a Liverpool-lal próbálunk megszerezni az első szezonban minimum 3 trófeát. Ha érkezik erre a videóra 2000 like, az IFC megjelenése után folytatni fogjuk ezt a sorozatot. Egyébként, ha az előző részeket nem láttad, az i betűre kattintva elérheted őket. Több mint 52 000-en vagyunk, ami nekem egy elképesztő szám, és nagyon köszönöm nektek. Ha tetszik, amit csinálok, dobjatok mindenképpen egy lájkot és egy feliratkozást is. Mielőtt belevágunk, jöjjenek a szabályok. Minden átigazolást el kell fogadni, kivételt képeznek a kölcsönszerződések, csak a téli átigazolási szezonban igazolhatunk új játékost, és a célunk az, hogy az első szezonban minimum 3 trófeánk legyen. Szokásosan, ahogy szoktuk, hívjuk vissza minden játékost a kölcsönből, és ahogy nézem, most már tényleg nem maradt más játékos kölcsönben, a Juventus Fabinho-t akarja megvenni, hát ezt elfogadjuk, egy középpályás mínusz, és Fabinho meg is egyezett a Juventusszal, úgyhogy ő már nem a csapatunk tagja, és megérkezett a következő ajánlat, méghozzá Mohamed Salahért, 104,7 millió fontot adna a Manchester City, és úgy néz ki, hogy Mohamed Salahval is megegyezett a City, újabb ajánlat érkezett méghozzá Diogo Jotaért, úgy nézem, hogy a Premier League-es csapatok meg fogják venni a játékosainkat egyenként mindegyiket, mostantól Jota sem a csapat tagja, érkezett egy újabb ajánlat méghozzá Matipért, kezd gyűlni srácok a pénzünk, úgyhogy ezt majd el tudjuk költeni a téli átigazolási szezonban, és Matip is elhagyja a csapatunkat, Hendersont meg akarja venni a Barcelona, és Joey Gomezért is érkezett egy ajánlat méghozzá 26 millió font, megszerezhetjük az első trófeánkat méghozzá a City ellen, ahogy láthatjátok a Community Shield-et fogjuk remélhetőleg megnyerni, 56. perc és hozhatjuk előre a labdát. Jones, az nagyon jó, Elliot, az a baj, hogy vele nem fogunk gólt lőni, az tuti, az viszont egy jó passz, Thiagoval elrontjuk, de még le tudjuk gurítani, az is jó, még Gakpo, és ott a gól, 1-0, 84. perc, és szöglettel jövünk, jó, jön középre, jön a fejes, kapufa, Jézus Mária, nagyon elsiettük, valószínű, kis szöglet lesz, így is van, Mahrez, jól legurított labda Foden, de elveszük a labdát Keitával, és megnyerjük a Community Shield-et, úgyhogy az első trófeánk már is megvan, srácok, és Henderson elhagyja a csapatunkat, hát szerencsére segített abban, hogy megnyerjük a Community Shield-et, úgyhogy az egy trófea a háromból már megvan, és Joey Gomez is elhagyja a csapatunkat, Darwin Núñezért is érkezett egy ajánlat, hát srácok, ezt nem hiszem el. És Darwin Núñez el is hagyja a csapatunkat, na hát ezután most mindenképpen meg kell nézzük, hogy hogy néz ki a csapat, na hát egyelőre úgy néz ki, hogy ez a csapatunk. Szörnyű. Érkezett egy ajánlat Keitáért is, úgyhogy ezt is elfogadtam. Érkezett egy ajánlat Bajcetićért is, de Keita nem fog elmenni az Ajaxhoz, viszont ahogy nézem, Bajcetić fogja elhagyni a csapatunkat. Onatért is érkezett egy ajánlat, méghozzá 49,7 millió font. Elérkeztünk az utolsó 10 órához, hát reméljük, hogy nem fognak több játékost venni. Konaté, ő elhagyja a csapatunkat, és amire ezt kimondom, jött egy 75 millió fontos ajánlat méghozzá Alexander Arnoldért, aki ebben a pillanatban el is hagyja a csapatunkat, érkezett egy újabb ajánlat méghozzá Harvey Elliotért, 20 millió font, szerintem az nagyon-nagyon kevés, de hát mit tudunk más csinálni, muszáj elfogadjuk, és Elliot el is hagyja a csapatunkat, hát nagy bajban vagyunk szerintem, legalábbis én azt érzem, és Gakpoért is érkezett egy ajánlat, hát ez is szenzációs lesz, ez nagyon könnyű szezon lesz. Szerencsére nem jött össze ez az üzlet, úgyhogy marad Gakpo a csapatunkba. Na de akkor nézzük meg még egyszer a csapatunkat, mert elég bajban vagyunk. Ezzel a csapattal próbáljuk valahogy kihúzni a szezon közepéig, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Három forduló után 9 ponttal vezetjük a tabellát, méghozzá 11 gólt is lőttünk, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon pöpec eddig a csapat. Fel kell kötni a gatyát és remélni azt, hogy most például a Chelsea ellen egy jó eredmény fog születni, szabadrúgással jöhetünk. Nézzük, hogy ebben mit tudunk kihozni. Az egy szép kis passz, de mire meg fordulnák, már elveszik tőlünk, kontrából jöhetünk, és ott mehet is egy passz, az viszont jó lesz még, az is jó még Gakpónak, Gakpo, és a lövés! Ez a meccs 0-0-val zárul, szerintem még mindig jobb, mintha veszítettünk volna, csak az a helyzet, hogy lett volna esélyünk arra, hogy gólt szerezzünk, és indulhat a bajnokok ligája, az Ajax-szal, a Napolival és a Rangers-szel vagyunk egy csoportban, idegenben kezdjük a BL-t, viszont nem kell túl sokat várni ahhoz, hogy mi jussunk helyzethez.
Thiago, az jó passz, Luis Diaz, és ott a gól, megvan a vezetés. Még mindig az Ajaxnál a labda, és az egy jó indítás. Középen kellene figyelni, de nem figyelünk, és Alisson szerencsére jó helyen volt. Megpróbáltunk egy szabadugás gólt szerezni, sajnos lepattan, még talán az a miénk lehet, úgyis van, Gakpo! Na, nem szabadrugásból, de legalább így is betalált. Újabb támadás, nézzük, Gakpo, Luis Diaz, megint Gakpo, és ott a harmadik gólunk. És meg is van a győzelem, úgyhogy az első csoportmeccsünket 3-0-val zárjuk. Jöhet a következő BL csoportmeccs, méghozzá hazai pályán fogadjuk a Napolit. 41. perc, és a Napoli szabadrugással jön. Nézzük, hogy tudunk ebből valahogy kijönni jól, de úgy néz ki, hogy ki tudunk jönni. 52. perc, és még mindig 0-0. A Napoli hozhatja a labdát, és Politano nagyon szépen elviszi a védők mellett. Reméljük, nem fog kapni indítást, azonban kiléptünk a védőkkel. Robertson kell visszaérjen, és úgy néz ki, hogy ezt meg tudjuk akadályozni. De a Napoli 11-essel jön, hát ez nem igaz, srácok, ezt valahogy muszáj lesz megfogni. Nézzük, én balra el fogok vetődni. És nyilván jobbra lövi. 76. perc, és meg lehet az egyenlítés. Gakpo! Nem igaz, kipattan. Ott van, még a miénk lesz, de nem. És így lesz vége. A Napoli ellen hazai pályán, srácok, kikapunk. Roberto Firminóért érkezett egy ajánlat méghozzá a szezon közben. A Lipcse 26,7 millió fontot adna érte. Jöhet a harmadik BL meccs, méghozzá a Rangers ellen. Jó lenne szebbé tenni ezt a elbaltázott előző meccset. Nézzük, Gakpót hátra beindulna ott középen, nagyon jó. És Luis Diaz kapja, és eltekerik a másik sarokba, és ott is van az első gól. Thiago kapja a labdát, tovább fejeljük, nagyon jó, Thiago fogja is visszakapni. Ez is még mindig jó. Jones, kipasszoljuk a szélre. Nézzünk egy beadást, külsővel, és majdnem jött egy ollózás, az szép lett volna. 57. percig kellett várni, hogy legyen újabb helyzetünk. Gakpo, és becsúsznak neki nagyon keményen. És nyilván az utolsó percek egyikében a Rangersnek bedob egy 11-est, ezt meg kell fogni. Na nézzük, Alisson, és Alissonnal kivédjük a 11-est. És megnyerjük idegenben így a Rangers elleni meccset. És most jöhet egy olyan meccs, ami nagyon-nagyon durva, ahogy láthatjátok, a City-Liverpool meccs. Gakpóval hozhatjuk a labdát, Luis Diaznak át kellene passzolni, az egy pontos labda. Ezt lehet, nem így kellett volna. Na mindegy, még mindig nálunk van. Az egy jó passz, Gakpo, és megvan a vezetés. Mohamed Salahnál van a labda, és jöhet egy az egybe Alissonra, és átemeli a kapus fölött, és persze, hogy örül neki, hát hogy ne örülne. És így lesz vége ennek a meccsnek, sajnos 1-1 lett. Nyertünk a Napoli ellen, srácok, ami azt jelenti, hogy elsően jutottunk tovább a csoportból. 20 forduló után jelenleg így néz ki a tabella, a Newcastle United az első, mögöttünk vagyunk 2 ponttal lemaradva, de mögöttünk a City 1 pontra, és a Chelsea pedig 4 pontra van. Na hát, srácok, ahogy láthatjátok, itt óriási bevásárlást fogunk tartani. Szerintem kezdjünk rögtön egy középhátvéddel, méghozzá Skriniárral. Sikerült is megvenni, úgyhogy fog csatlakozni a csapatunkba. Jobb hátvédnek Hakimit próbálom valahogy megszerezni, és sikerült is megvenni Hakimit. Jobb szélső posztra 20-ban Dembélét gondoltam ki, talán 70 millióért meg tudjuk venni, és Dembélé be is lép az ajtón, úgyhogy már is a mi játékosunknak mondhatjuk. Nézzük, Szoboszlait sikerül-e megvenni, 60 millió fontot ajánlottam érte, és itt is van Szoboszlai Dominik, belépett az ajtón, és mindenki üdvözli őt. Egy bomba igazolás fog összejönni, legalábbis nagyon remélem. Joshua Kimmichet szeretném megvenni, és úgy néz ki, hogy sikerül is ez az üzlet, úgyhogy be is lépett az ajtókon Kimmich. Egyelőre ez a csapatom, szerintem ezzel fogjuk végignyomni a szezon hátralévő meccseit, és reménykedjünk abban, hogy jól fog alakulni minden. Curtis Jonesért érkezett egy ajánlat, méghozzá egy kis pénz és egy játékost adnának helyette, és ahogy látjátok, érkezett egy új játékos, ez azt jelenti, hogy Curtis Jones elhagyja a csapatunkat. Elérkeztünk az utolsó pár órához az átigazolás időszakból, és remélhetőleg már nem fog több ajánlat jönni.
jönni. 24 forduló után 5 pont hátrányunk van a Newcastle United-del szemben, viszont most jöjjön a BL, hiszen itt olyan meccsek vannak, hogy el sem hiszitek. Egy csomó kis csapat jutott tovább, ki mihez hozhatjuk a labdát, és talán lehet egy indítás, csak az baj, ez nagyon rövid volt. 35. perc, Gakpo, és belőjük! Ott is van, hát egy csomó próbálkozás után csak sajnos most sikerült betalálni. Újabb lehetőség, Luis Diaz. Thiago kapja, Luis Diaz kéri, és Luis Diaz ott a 16-oson belül, és belőjük vele. 2-0, Gakpo, és elvisszük a védő mellett, ez még lehet egy gól is. Gakpo, és bent van. Újabb lehetőség, Szoboszlai, beadjuk. Dembélé, kipattan a labda, még mindig nálunk van. Oké, Thiago, az egy jó passz. Dembélé, édes Istenem, 11-eshez jut a Sporting, hát nem tudom merre vetődjünk, én elvetődök balra, aztán lesz ami lesz, és kivédjük. 3-0-ra nyerünk idegenben, hát valószínű ez már azt eredményezi, hogy tovább fogunk jutni simán ebből a körből. Nézzük a másodikat, ott pedig 2-0-ra, úgyhogy 5-0-ás összesítéssel a Sportingot kiütöttük. A negyeddöntőben a Bayern lesz majd az ellenfelünk. A bajnokságban nagyon-nagyon szoros az állás, a Chelsea 62 ponttal a negyedik helyen van, de az Arsenal és a Newcastle mögöttünk egy, illetve 2 pont hátránnyal vannak. De arra gondoltam, hogy szimuláljuk le az első meccset a Bayern ellen, ami döntetlen lesz, és hát hazai pályán kell, hogy megnyerjük ezt a párharcot. És akkor indulhat a Bayern elleni negyeddöntő, a 15. percben szöglettel jön a Bayern München. Jó lenne ezt kivédekezni, és nem engedni őket, hogy kapura lőjenek, vagy egyáltalán veszélyeztessék a kapunkat. És úgy néz ki, hogy megvan. 48. perc, és kontrával jöhetünk, az viszont egy óriási labda. Dembélé, eljövünk a védők mellett, vissza kellene valakinek passzolni. Gakpo, és külsővel belőjük a kapuba. Megvan a vezetés hazai pályán. Újabb próbálkozásunk lehet. Szoboszlai passzolja tovább. És Szoboszlai nem tudja visszakapni, most viszont igen, Szoboszlai külsővel, és Neuer éppen hogy csak meg tudja fogni. 78. perc, és eldönthetjük a meccset. Az egy nagyon szép kiugratás, Dembélé. Dembélé, és ott van a második gólunk, 3-1-es vetetéssel, hát innen már nem jön vissza a Bayern, tuti. 2-0-ás összesítéssel tovább jutunk a Bayern ellen, úgyhogy jöhet a következő ellenfél. Nézzük a Dortmund elleni első elődöntő párharcot, hát 3-1-re nyertünk, a Dortmund otthonában bebiztosíthatjuk a döntőbe jutást. A Dortmund támad, Malennél van a labda, kipasszolják a szélre, és onnan próbálnak valahogy bejutni középre, de megvan a labda. Viszont 11-eshez jut a Dortmund, ami azt jelenti, hogy ha ezt belövik, akkor egy gól hátrányban lesznek. Az nem lenne túl jó. Én jobbra vetődök, és belövik középre. Szép passz a szélre, Dembélé, be kellene passzolni, és Gakpóval belőjük. Egy pillanatig azt hittem, hogy nem lesz gól, de megvan a döntetlent érő gól. Thiago, Gakpo, Szoboszlai kapja a szélre. Szoboszlai, külsővel betekerjük, nem lesz semmi ebből. Így lesz vége, srácok, a meccsnek, 4-2-es összesítéssel ott vagyunk a döntőben. A Premier League-ben az utolsó fordulóhoz értünk, már az előnyünk behozhatatlan, szóval már bajnokként lépünk pályára, csupán csak a ceremónia miatt játszom le ezt a meccset. 19. perc, és nálunk van a labda, de Dembélével nem tudjuk sem lepasszolni, sem semmit sem csinálni. Viszont 11-eshez jutunk a 42-ben, ezt Gakpóval tudjuk belőni. Nézzük, ha jobbra lőjük, mi lesz belőle. Jobb felső sarok, sima. 1-0 a Crystal Palace ellen. A 64. percben kapunk egy nagyon szép labdát, Luis Diazzal kicselezzük az utolsó védőt. Azt jó lenne középre bepasszolni valakinek, és Dembélé szerintem majdnem a semmi közepéről lőtt egy gólt. Az micsoda sarkazós passz, Luis Diaz, és ezt kivédte a kapus. De tök mindegy, mert megnyertük a Premier League-et, amivel a második trófea is a miénk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És végül 7 pont előnnyel megnyertük a bajnokságot, a Newcastle United a harmadik lett az Arsenal mögött. És induljon a Real Madrid elleni BL döntő. Ahogy láthatjátok, eléggé zord az időjárás, de teljesen mindegy, nem találhatunk kifogásokat, muszáj nyerni. És a 17. percben meg is van a lehetőségünk, Gakpo kapja a labdát. A két védő között hozhatja, ott a lehetőség, és be tudjuk lőni, 1-0 a Real Madrid ellen. Kis idő múlva,
jöhet egy kontra, Benzema passzolja vissza, Rodrigo, Benzema, kicsit ott zavarják egymást, de ez nekünk jó. Szerintem itt olyan sok helyzet nem lesz, Dembélé jöhet, bepasszoljuk középre, Gakpo, visszapasszoljuk Szoboszlai, és Szoboszlai! Megvan a második gólunk, Szoboszlai Dominikkel. 73. perc és a Real szöglettel jön, hát ebből maximum egy szépítés lesz, de lehet még az sem. Én örülnék, ha most nem rúgnának gólt, mert akkor nem bátorítjuk fel őket. Még mindig ott van és Alisson ezt is kivédi. És srácok, megvan a BL győzelem, nem született több helyzet ezen a meccsen, úgyhogy szerintem méltóképpen tudjuk befejezni ezt a videót. Köszi szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok is fel. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!